az aranyos kis csapat, Tamagocsi vezetésével, még aztán a lányomnak van a Gizike, több nincs. Nagyon fölcseszett ez a zabártal, ez irreális teljesen. Jó az. Jó. Hallott kicsim, fölkent részek teljesen végig, és onnan gyerünk. Kicsit mozgatni őket. De mit? Übert. Apa, azok most kezdtek el dolgozni egy kertet. Jó. Vagy behozza, vagy nem. Várja, hogy kéne? Ti meg szépen az elmaradhattok. A raporttal a Impi elé kéne menni, jó anyus? Nem is tudom, a Impinek nem kéne az a sok. De hát külön nem tudunk menni. Én, ja, figyelj oda. Hol? Jaj, egy levél van a farán, de aranyos. Fatimének. De szép, hopp, most esetleg. Ügyes legyél a Gizivel, lányom csőtörés van, de hál' Istennek nem a házba, a ház előtt. Úgyhogy rohanok haza, már hívtak, el kell zárnom. Akkor gyere oda, azt nézd meg. Gyere, nézd meg, nem viccelek. Főszedték az egész izét, az utcát. Illetve előttem. Majd nézd meg. Impivel csak finoman. Kamuzok. Hát ott van, na, hazamegyek, levideózom. Főzhették az egész. Hazaugrottam most egy kávéra. Na, pénzért. Akkor benyögték, hogy mennyi az ab. Jó, hát elviccelődik az ember, egyebek, de nem az, hogy sír az ember és húzza a fogát, hogy hú, az meg az egy kicsit sok már. Nem, egyszerűen lehetett, tehát kész. Itt radikálisan vagy embert nem fizet, vagy takarmányt nem tudsz venni. Na, hát ez nem normál. Biztos vagyok benne. 130 a zab. Jó, megy a kisebbet, legalább ők vidámak, nem fogják a fejüket, hogy kapnak-e fizetést, vagy tudnak enni. Azt mindig megteremtettem, de most ezek nehézségek, az biztos. Nem egyedül vagyok vele, egyértelmű. Szóval nem mondtam, hogy jaj, szegény ribázkod, dehogy is. Csak az a baj, hogy a tartalékokat már teljesen feléltem, azokat a tartalékaimat, amit esetleg lóvásárlásra őszre raktam el. Olyan szépen váltogattam befel az eurókat, észreveszem, hopp, már nincs is. Kész. Tehát minden tartalékot is felemésztettem, és ezért vagyok berágva. Mert még tartalékot tudsz nyúlni valahova, még ha drága is, oké. De már nem tudsz hova nyúlni. Eleve jól kiáll mostanság, elég nehezen minden, ugye. De azért mondom, hogy nem magamról beszélek, így globálisan az egészre. De azt is kívánom, hogy ahonnan ez az ab jött, nem a Zsigától, mert ő is szerzett sajnos, elfogyott az övé, holott meg volt beszélve, hogy kitartok. A Nikinek is adtam nyugodt. Aha, most itt a szívásom. Neki is ment mindig egy kocsi, mert elég. Aha, azt nem lett elég nekem se. Olyan idegbeteg vagyok, hogy nem igaz. Valamit akartam. Ja, igen, az, hogy akitől ez, jött ez az ab, hogy száradna rá az egész idén, meg egy szem termése ne legyen, azt kívánom. Komolyan mondom ennek. Kurva anyjukat azt. Ott van a magtárban, neki szépen várja, amikor így van. Vége fele, azt oda mara, rohadjon rá az egész. A 130 abját. Azt. Egyik másik, te vigyük föl, te én is fölviszem, mennyivel viszed, 10, fölvisszük 30 hallat, aztán majd látjuk, hát így megy, hát tudjuk, hogy így megy, ez egyértelmű. Fölvisszük 50, várja, milyen 30-a? Hát 65 volt. Még 70-ért kínáltak februárban, de mondom, köszönöm szépen, nem kell, mert ugye a Zsigával megbeszéltük, lemérte, kimérte, leköbözte, bőven meg vagyok. Az új. Aha. Erre másfél hónappal az új előtt buff. Ő is emelt úgy finoman, de korrektül. Háj, basz meg. Milyen 30-al emeltek? Duplájára.
De mondom, nem vagyok ilyen izi átkozó, de most azt kívánom, ott rohadna rá az egész. Rohadna be az összes, szakadna a tető is, ázna el, penészes legyen, csírázzon ki, nem tudom. Hát igen, ez az üzlet, így van. Fúj, de fölbasztam magam, megyek itt mind a... Na jó, hagyjuk. Be is fordultak az egyenesbe. Tamajúz, Nyúbé, Fatima útlevele nincs nálunk. Azt kell, Júliának a másolatot le kell adni. Tényleg azt nem is mondtam a Lindának. Még Egonnal kell beszélnem, Zoli tudja. Még van Egonék, igen. Azért tudják, jó? Hogy mi, mit kell. Van itt Tamagocsi, ördög, raport. Tamagocsi, ördög, raport. Mi van még csődör? A kis impossible. Van itt New Bay, van itt Fatime. Valamit kihagytam, esküszöm még. Tamagocsi. De, ja, és a Dendit hagytam ki, így van. Kapunál figyelj, drágám, amúgy jó. Dendike. Ördög Cilla. Raportka, drága. Kis impossible. Fatime és New Bay. Szuperek vagytok, drágáim. Jó, már csak a vízi. Na, melyik köpentett a hármat, négyet. Lindácska is ügyes volt. Én, mert mindegyik az volt. Nem mondok én, hogy nevetek meg. Na jó.